Juhász Magda, de jó lenne. De jó lenne jónak lenni, mindig, mindig csak szeretni. Lelkem szállna, mint a lepke, olyan könnyű, lenge lenne. De jó lenne jónak lenni, csak a szépet észrevenni. Nem félni és nem remegni, mindig, mindig csak szeretni. De jó lenne jónak lenni. Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A történelem szerint ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratát csekén. Ezen jeles eseményre országszerte megemlékeztek. Bonyhádon már hagyományosan egy héttel később tartanak szavaló versenyt, amin a Széchenyi iskola felső tagozatos növendékei vehetnek részt. Van olyan, akitől távolabb áll a költemények szeretete, viszont olyan tanuló is van, aki rajong a versekért, és megtalálja saját magát is a versekben. Utóbbiak közé tartozik Rónai Csenge, aki szívesen áll ki a versenyeken és mutatja meg tudását. Nagyon szeretem a verseket, és nagyon szeretek verset mondani. Elvira néni szerint nagyon szépen mondom őket, és tényleg élvezettel átélem, bár benne volt az is, hogy nem kell előbb felmondjam a himnuszt. Csenge Juhász Magda De jó lenne című versével készült a megmérettetésre. Stábunknak úgy nyilatkozott, hogy különleges kapcsolata van azzal a költeménnyel, amit előadott, a zsűrinek és a közönségnek. Korábban is szerepelt már szavalóversenyen, és ott is szép eredményt ért el. Szerintem nagyon rám illik, és nagyon szép vers, és tényleg megértettem a tartalmát, és igazából Elvira néni szerint is tényleg az én vagyok, és én is ezt érzem. Csengét évek óta szorosabb kapcsolat fűzi a magyar irodalom tárgyához. A versek szeretetéért, és ezért is döntött úgy, hogy indul ezen a szavaló versenyen. Nagyon szeretek olvasni, rengeteg könyvet olvastam már, a kedvencem az Ég veled, és irodalomórákon is ilyen könyveket szoktunk olvasni, amiket élvezettel olvasok. A versenyszervező tanár azt mondja, hosszú évek alatt nagyon népszerű lett a szavalóverseny. Ezt mutatja a diákok száma is, akik évről évre jelentkeznek. A megmérettetésnek nincs tematikája, a versenynek egy célja van, a versek népszerűbbé tétele. Az iskolánk megrendezi a Magyar Kultúra Napjának alkalmából a versmondó versenyünket. Rengeteg gyereket megmozgatunk a felső tagozatban. Ezt úgy gondoljátok, hogy 50-70 gyerek verset tanul, és nagy-nagy lelkesedéssel készülünk erre a versmondó versenyre, természetesen a kollégáim segítségével. Szabadon választott vers, bármelyik magyar költőtől mondhatnak. Egy a célunk, hogy minél több gyerek jöjjön el, és lelkes versmondást halljunk tőlük. Az irodalom oktatásban fontos, hogy olyan generációkat neveljenek a tanárok, akik értik és szeretik is a költeményeket, vagy a Fábiánné Csiszér Elvíra. Hogy a verset értsék a gyerekek, és hogy elő tudják adni, természetesen a mi felelősségünk, hogy olyan verset osztunk a gyerekeknek, ami az ő korosztályuknak megfelelő. Hallani fogjátok majd, hogy az ötödikes, hatodikosaink ilyen játékos, aranyos, vidám verseket mondanak még, de 7.-8. már szívet melengető verset mondanak úgy a gyerekeink, hogy tényleg értik, hogy miről szól a vers. Aki megnyeri a Széchenyi Általános Iskola által szervezett versenyt, tovább képviselheti iskoláját kistérségi, majd országos szavalóversenyeken. Fábiánné Csiszér Elvira sikeresnek látja szavalóversenyüket. Ezt bizonyítják a korábbi jó eredmények is. Én azt látom, hogy a gyerekek azt veszik át, amit mi közvetítünk feléjük, és a kollégáim nagyon-nagyon lelkesek ebben, és ezt a lendületet átveszik a gyerekeink is. Úgyhogy én sikerként fogom föl azt, hogy minél többen jelentkeznek mindig a versmondó versenyre. A Széchenyi Általános Iskola által szervezett szavaló versenyen a diákok a 19. századi és kortárs költők alkotásait adták elő.